Egy felmérés szerint politikai hovatartozástól függetlenül a magyar lakosság négyötöde egyetért abban, hogy a magyar EP képviselők hazafias kötelessége, hogy munkájukkal minél több uniós forrást szerezzenek hazánk számára. Közben az Európai Parlamentben újabb feltételeket szabnának az uniós pénzekért cserébe. Magyarország eddig minden vállalását teljesítette Brüsszel felé, legutóbb az igazságszolgáltatási csomaggal kapcsolatban, amelyet múlt héten fogadott el az országgyűlés. Elemzők szerint politikai zsarulás és nyomásgyakorlás folyik a magyarok ellen az Unióban. Balázs folytatja a témát elemző vendégével. Így van, köszönjük szépen, megnézzük, hogy mit gondolunk még hozzá Rochis Bálint a Nézőpont Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Molnár Csaba Dékás politikus a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy neki hazafias kötelessége, hogy ezek a bizonyos támogatási források ne érkezzenek meg, uniós támogatási források ne érkezzenek meg Magyarországra. Ugye ezt a korrupcióra hivatkozva mondta ő, valóban ez egy magyar európai parlamenti képviselő hazafias kötelessége ön szerint? Hát, hogyha megnézzük a európai parlamenti képviselők munkáját, vagy gyakorlatát európai szinten, akkor azt látjuk, hogy függetlenül azért, hogy éppen melyik országban ki van kormányon, az Európai Parlamentben a nemzetek képviselői azért összességében azért dolgoznak, hogy a saját hazájuk legyenek akár kormányon, akár ellenzékben, minél jobb pozícióban legyenek európai szinten. Én gondolok arra, hogy minden ország azért küzd, hogy minél több forráshoz hozzá tudjon jutni. Magyarország ebből a, szemból, ebből a szempontból kivételes ország, hisz nálunk deklaráltan a baloldali LP képviselők azért dolgoznak, és hogy Molnád Csaba is büszkén hirdeti, hogy lehetőleg ne érkezzenek európai források Magyarországra. Ugye itt nem csak a DK-s LP képviselőkre kell gondolni, hanem a Momentum LP képviselői is napi szinten azért küzdenek, hogy ezek a források ne, vagy lehetőleg minél később Magyarországra érkezzenek. Ugye azért, hogyha ha megnézzük ezt az egész folyamatot, látjuk azt, hogy a magyar kormány nagyon kitartóan tárgyal, nagyon komoly, konstruktív szerepet vett fel, Ugye, ö, 17, bocsánat, ugye ha jól láttam, ugye 17 helyen módosította a törvényeit tavaly ősszel a kormány, ugye gondolom erre gondol, a megállapodás érdekében, ugye legutóbb az igazságszolgáltatási jogszabályokat is módosít. Ha ezek után se érkezik Magyarországra uniós forrás, akkor, akkor mi, 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 mire lehet számítani, miben lehet reménykedni? Ugye maga a folyamatot, hogyha követjük, akkor azt jelenthetjük ki, hogy nagyon nehezen átlátható. Valóban nagyon lassan haladnak. Ezek a lépések. Ugye Magyarország valóban folyamatosan tárgyal, folyamatosan vannak itt magyar delegációk, akik tárgyalnak az Európai Bizottsággal, és folyamatosan a Magyarországgyűlés fogadja el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a bizottság tetszését is elnyerték, Ugye mégis mindig ugyanazt a választ kapjuk, jó az irány, de még további feltételeknek kell megfelelni. Ugye ilyen helyzetben az embernek már jó ideje gyanús, hogy itt valójában nem objektív kritérium, Kell nekünk eleget, eleget tenni, hanem szubjektív politikai elvárások születtek meg valójában Brüsszelben. Ugye látnunk kell azt az általános problémát, hogy Magyarország már régóta egy erős, független külpolitikával, értékekkel, gondolatokkal rendelkező országként működik, legalábbis 2010 óta mindenképp, és ez az Európai Unió központjában, Brüsszelben zavarja az emberek szemét, zavarja a balliberális politikusok szemét és egyértelműen kiderült már a tavalyi áprilisi választások előtt, hogy a bizottság, illetve a balliberális föderalista politikusok célja az, hogy egy kormánybuktatást valamilyen úton-módon kikényszerítsenek Magyarországon. Ugye ez a kísérlet elbukott, de jól láthatóan nem adták fel a küzdelmet, és továbbra is azt a célt próbálják elérni, hogy ezek a források, ezek minél később, amik egyébként járnának Magyarországnak, minél később jussanak el a magyar vállalatokhoz és a magyar emberekhez. Ha már itt tartunk és említette a tavalyi választásokat, ugye, ahol a fidesz kdnp szövetség kétharmaddal győzött ismét, akkor egy, talán jogosan vetődik fel a kérdés, azzal kapcsolatban is, amit Gyurcsány Ferenc nemrég egy rádióinterjúban interjúban mondott, ugye, hogy az ő nagyon aktív európai parlamenti képviselőik szinte kéz a kézben dolgoznak az Európai Bizottság a tisztviselőivel, hogy visszatartsák ezeket az uniós forrásokat Magyarországtól. Tehát ezt úgy is lehet ön szerint fordítani, hogy gyakorlatilag büntetik a magyar választókat, amiért újra kétharmados fölhatalmazást adtak a fidesz kdnp nek tehát ezért dolgoznak a DK képviselői? Jócsány Ferenc szavaiból egyértelműen kitűnik, hogy itt már nincsen titkolózás. Ugye azt is hozzátette ebben az interjúban, hogy ez az, az egész folyamat csupán egy ilyen jogi köntös lett bújtatva, tehát gyakorlatilag elismerte, hogy itt politikai célok, politikai feladatokat látnak el valójában a baloldali képviselők. Ugye, Na, tehát az emberek hisszák meg ennek a levét. Igen, az emberek hisszák meg a levét, hisz azért ne felejtsük el, ezeket a pénzeket nem a magyar kormány kapja meg. Ezek a pénzek végső soron a magyar embereknél, az önkormányzatoknál és a magyar vállalatoknál csapódik le. Tehát amikor ezeket a forrásokat visszatartják, akkor nem a kormányt helyezik nehezebb pénzügyi helyzetbe, hanem azokat a vállalatokat, akik a koronavírus válsággal megküzdődik akik most a háborúval megküzdenek a szankciós inflációval megküzdenek tehát egy tudatosan egy versenyhátrányt idéznek elő Magyarország kapcsolatban Hát ja, hátrajövő két percben nézzük meg ekkor ezt a bizonyos friss közvéleménykutatást, ami pont azt vizsgálta, hogy hazafias kötelessége egy európai, magyar-európai parlamenti képviselőnek, hogy megszerezze a forrásokat Magyarországnak. Hát nem meglepő, és láthatták az M1 nézője a iradóban is, hogy elsőprő többségbe kerültek azok, akik azt mondják, hogy igenis hazafias többség, vagy hazafias kötelessége egy képviselőnek. Ugye azt láthatjuk itt a baloldali, jobboldali összehasonlításban, hogy még a baloldaliak is azt mondják, hogy az ugye 75 százalékuk, és ugye majd, ezt most megnéztük, meg majd mindjárt mutatják a kollégáim, ha váltunk majd egy grafikát, hogy a Budapest-vidék viszonylatban ugyanez a helyzet, tehát ez azt jelenti, hogy... Nem nagyon értenek egyet akkor például a DK-val a magyar választópolgárok, sőt nagyon nem, ugye az elsőprő többségük nem. Milyen hatással lehet egyébként ez a választók szempontjából, tehát hogy ítélhetik meg akkor ez alapján, az ügy alapján akár a DK-t, akár a hazai ellenzéket? A DK az valóban egy kisebbségnek az álláspontját képviseli, ebben a kérdésben is, mint hogy sok más kérdésben, valójában a fidesz kdnp az, amelyik a nemzet akaratát testesít és ellátja a feladatát. Az, hogy még a baloldali szavazók, illetve a budapestieknek is több mint a 75%-a azt tartja hazafias kötelezettségnek, hogyha valaki az uniós források megérkezésért küzd, az, az, az nyilván mindenképp egy negatív jelzés a baloldali képviselők számára, hisz ők arra tették fel a garast, hogy lehetőleg ezek a pénzek ne érkezzenek meg. Ezt nekik majd valahogy meg kéne magyarázniuk a társadalomnak, hogy ez miért jó, de az adatokban nyilvánvalóan látszik, hogy a magyarok tisztán látják a kérdést. Ez a pénz jár a magyaroknak, a képviselőknek az a dolga, hogy ezeket, ez, ezeket a pénzeket hazahozzák, és nem fogadják el azt, hogyha egy európai parlamenti magyar képviselő ezzel ellen ágál. Nagyon szépen köszönöm az elemzést. Köszönöm szépen.